És akkor most már nem a laktózérzékenységről és a glükóz intoleranciáról beszélgetünk Orbán Nórával, hanem tényleg a lufi pasikról. Elásom magam szégyenembe, jó? Soha véget nem érő randevúk, furcsa ígéretek, és aztán utána felszívódó pasik. Mit mond erről a szakember? Ez egy jelenség. Én nagyon-nagyon sok barátnőmmel beszélgetek, iszonyú sokan panaszkodnak. És ők ezt mondják, hogy lufi pasira? Nem, azt mondják, hogy eltűnt, és nem értik. Hát ez is elrepült, nem? Ez egy nagyon új fogalom. Igen. Szerintem a fogalom új, a jelenség nem annyira, csak talán régebben nem beszéltünk róla ennyire sokat. Nem mindenki akar tartós párkapcsolatot, és a férfi működésben benne van a hódítás, a vadászat, és ezek a lufi pasik a hódításért és vadászatért mennek bele egy kapcsolatba, a hölgyek meg közben azt gondolják, hogy lehet ebből egy tartós, hosszú távú kapcsolat. Akkor ez tulajdonképpen a hölgyek rossz meglátásán adódik, hogy ők többet várnak ettől a kapcsolattól? Sok esetben igen, tehát azért valljuk be, sok esetben nem akarjuk látni azt, ami történik. Pont tegnap este voltam színházban, és ott egy nagyon jó poén volt, amit ide tudnék mondani, hogy a férfiaknak az fontos, amit látnak, a nőknek meg az, amit hallanak, és ezért festik magukat a nők, és ezért hazudnak a férfiak. Tehát, hogy... jó, ezt leírom mindjárt. Hogy itt erről van szó, de van olyan férfi, aki tartós kapcsolatot keres, tehát nem erről van szó, de vannak sokan, akik vadászgatnak, randevúzgatnak, hódítanak, megélik a férfi energiáikat, és hogy azt gondolom, hogy ez is a helyén van, tehát hogy ez nem kifejezetten egy erkölcsi kérdés, hogy mit ígértem neked, mit nem, hát azt ígérem, hogy hát szerintem ez egy hónapig tart, és aztán lepattanok, akkor lehet, hogy szóval. Jó, de ilyet senki nem mond ki, egy ilyen férfi beszélek. Nem mond ki, hogy egy hónapig leszek, aztán hello, szia. Igen. Igen, azért ebben a férfiak is hibásak, mert ők szerintem a nő felé azt táplálják, hogy akár feleségül is fogja venni, vagy lehet, hogy a férfi. De mi, hogy lehet táplálni azt, hogy akár gondolja? Feleségül foglak venni? Az hogy táplálom? Hát azt érzi a nő, hogy ebből lehet egy nagyon-nagyon komoly kapcsolat, lehet egy családot fogunk alapítani, és aztán utána egyszer csak... Azért, mert szimpatikus vagyok veled? Azért, mert kifejezem az igényet, hogy veled szeretnék lenni? Nem. Akár már a kommunikációban is megnyilvánulhat ez. Tehát amikor elkezded a közös kis fészket keresni, arról szólnak a mondatok, hogy lesz majd akár a... meglát egy gyermekképet, és akkor elérzékenyül egy férfi. Tehát azért vannak olyan jelek, amik egyértelműen arra engednek következtetni egy nőnél, hogy ez a férfi komolyan gondolja. Miért, mi játszódik le olyankor a férfiban, amikor mégiscsak megtorpan, és azt mondja, hogy köszönöm, nem. Valószínűleg ő már az elején is így gondolta, vagy lehet, hogy... Mert a nő ilyenkor elkezdi hibásnak érezni magát. Hogy ő valamit biztos elszúrt ebbe a kapcsolatba, biztos nagyon kapaszkodott. Lehetnek ilyen hibák egyébként? Itt sokféle dolog történt, lehet, hogy a férfi egyáltalán nem akart elköteleződni, és dobott egy horgot, ezt most ilyen nagyon csúnyán mondom, és nagyon sok nő meg szereti bekapni azt a horgot. Tehát, hogy szeretnénk megtalálni már az igazit, gyerekeket, családot, és elég egy ilyen kétértelmű mondat, hogy jaj, én majd 3 gyereket szeretnék, és akkor én azt gondolom, hogy jaj, akkor megteltem az igazit. Tehát azért ez két oldalú játék. De egy párkapcsolatba belemenni, az mindig valamilyen fajta kockázat. Lehet, hogy megtám az igazit, és lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy a férfi tényleg úgy megy be az elején, hogy ezt szeretné, itt azt gondolom, ez a lufi pasi kifejezés nem erről szól, és közben rájön, hogy mégsem, és szeretne szépen finoman kilépni a kapcsolatból, de nem szépítem, vannak olyan férfiak, akik sosem fognak tudni felelősséget vállalni. Miért? Tehát, hogy nem tud, mert nem tanították meg őket otthon, és utána meg nem építették be ezt az alapműködésükbe. Tehát, hogy ahhoz, hogy én valaki mellett elköteleződjek, gyerekeket vállaljak, egy családban családfő legyek, megbízható legyek, hűséges legyek, ahhoz azért felelősséget kell tudni vállalni, és ez nem mindenkinek megy. Tehát ők lehet, hogy 50-60 éves korukban is a hódítás terén fognak nagy sikereket aratni, amik csak tudnak, és soha nem gondolkoznak abban, hogy ezeket a fantasztikus géneket tovább örökítsék? Az is lehet, meg az is lehet, hogy időközben ezt megváltoztatják. Tehát ezért fejlődünk az életünkben is. De változtatni csak ők tudnak. Igen, tudatosan, tehát hogyha szeretnének változtatni. Egy nő nem tudja őket miatt megváltoztatni. Nagyon sokszor szeretnénk azt gondolni, hogy... Már igen. Valami ilyesmi. De szeretnék azt gondolni, hogy majd én belemegyek abba a kapcsolatba, és megváltoztatom a férfit, de hogy nem ez a kapcsolódásunk lényege. Tehát mindenki saját magát tudja változtatni, és mindenki a saját fejlődési folyamatának a tudhatni. Még van pár másodpercünk. Tud-e mondani egy kicsit egy ilyen receptszerűséget, hogy hogyan tud egy nő szemfülesebb lenni mondjuk egy ilyen esetben? Igen, nagyon sokszor elaltatjuk az érzékeinket, azért, mert nagyon szeretnénk, hogy az történjen, amit mi elképzeltünk, de jobban odafigyelünk a jelekre, a mondatokra, a tekintetekre, akkor nagyon sokszor látszik az, hogy mi tesszük hozzá azt a plusz jelentést.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.